szlovák és ír népdaloktól volt hangos az evangélikus templom szerdán este, ahol az ír Dynamic Vocal Ensemble kamarakórus adott koncertet. Az együttes tagjai először látogattak el városunkba, ahol különleges élményekkel gazdagodtak, és ezeket az érzéseket, gondolatokat szerették volna közvetíteni dalaikkal is. Szeretnénk elengedni magunkat, szeretnénk a pillanatban lenni, szeretnénk, hogy a közönség is ezt érezze. Ez egy nagyon nagy dolog számunkra, hogy itt lehetünk, és szeretnénk ezt is átadni a közönségnek. A zenészek a nap folyamán megismerhették Székesfehérvár nevezetességeit, értékeit, a cél pedig az volt, hogy az ír és magyar kapcsolatok erősödjenek. Azért tartottam fontosnak, hogy egyrészt megismerjenek bennünket, mi megismerjük őket, és a két ország között, hát ez nagy zolósnak hangzik, egy ilyen kulturális kapcsolat kezdődjön el, vagy rakódjék le, ennek az alapja, és hát így jött ez a koncert létre. Olá Gábor elmondta, a kórus tovább folytatja koncertsorozatát Magyarországon. Pénteken este Budapestre várják a komoly zenekedvelőit.